Egy év alatt az áram ára több mint ötszörösére, a gáz ára több mint hatszorosára emelkedett, és az áremelkedés tovább folytatódik. Az elmúlt napokban az is világosá vált, hogy nem lesz elég gáz Európában. A magyar lakosság és gazdaság energiaellátásának védelmére több más országhoz hasonlóan a magyar kormány is energiaveszélyhelyzetet és hét pontból álló intézkedési tervet hirdetett ki, amely augusztusban lépett életbe. Az energiaveszélyhelyzet célja, hogy felkészüljünk az energiaválságra, megerősítsük az ország energiaellátásának biztonságát és a várhatóan tovább emelkedő energiárak mellett is megvédjük a lakossági rezsicsökkentést. Európában egy egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat az elszabaduló energiaáraktól. A rezsi ár ezután is minden magyar családnak biztosított a lakossági átlagfogyasztás szintjéig. Ez egy magyar háztartásnak havi 181.101 forint és évi 2.174.829 forint megtakarítás jelent. A kormány a rezsicsökkentés védelme érdekében az alábbiakról döntött. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár felhasználási helyenként 1729 köbméter per év fogyasztásig vehető igényben. A villamos energia esetében a rezsicsökkentett tár felhasználási helyenként 2523 kWh per év fogyasztásig vehető igénybe. Eddig a határig minden magyar család, minden magyar fogyasztó a rezsicsökkentett áron kapja az áramot és a földgázt. Bevezették az új tarifát, a lakossági piaci árat, ami jóval kedvezőbb, mint a világpiaci ár. A villamos energia esetén a rezsi csökkentett ár 36 forint, az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár 70,1 forint lesz, miközben a világpiaci ára 268,9 forint kilovattóránként. Az éjszakai áram esetében az átlagfogyasztás felett 62,9 forint lesz a lakossági piaci ár. A földgáz esetében a rezsicsökkentett ár 102 forint, az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár 747 forint lesz, miközben a világpiaci ár 1020 forint köbméterenként. A hőszivattyúval rendelkező háztartásokról ez a rendelet nem szól. Náluk az eredetileg meghatározott korlátlan fogyasztásig fennáll a hőszivattyú működtetésének kedvezményes tarifája. Egy új a társasházakra vonatkozó kedvezményt is bevezettek. Azoknál a társasházaknál, ahol házközponti fűtés és egy gázmérő van, lakásonként felszorozódik a kedvezmény mértéke. Erről a társasháznak nyilatkoznia kell a szolgáltatója felé. A nagycsaládos kedvezmény megmarad a gázfogyasztásnál. Az 1729 köbméteres átlagfogyasztás egy három gyermekes családnál 600 köbméterrel emelkedik, és minden egyes gyermek után még 300 köbméterrel nő. Magyarországon ma 300 ezer nagy családos él, azt javasolják, hogy éljenek ezzel a kedvezménnyel. Ezekkel az intézkedésekkel is az a cél, hogy a kialakult európai energiaválság ellenére is a lehető legnagyobb mértékű védelmet biztosítsanak a magyar családoknak.